Hát aranykövető rajongó, bocsássál már meg, jó reggel. Hát, ne ragudj, már veszem ki a izét, tudod. A gyöngyöt. Hát figyelj, rabszolgasszós, nem tudok mit mondani. Anyukám, jó kell kinézni, te a badi szétesetleg abba, ufa, ne szakadjon le, úgy végleg szájéba. Hát a rabszolgasszós, hajnal, érted, van, megyek, mennem kell, ne tudd meg, érted, hajtanak. Anyukám, menedzserek, érted? Menedzserek, ha ez azokat mondom, érdekli, és nem érdekli, a ügynököket, érted? Tehát ezek olyanok, te. Hát kiszívják a véredet. Ezt csináltam én is évekig, nem érzkedjél már, pontosan tudom, hogy milyen meló. Te veszeked el a tálent. Na tegnap, anyukám, úgy beforogtam, érted? Hát te. Kézzel a görög zita, hát én imádom az itukát. Hát 100 millió évvel ezelőtt együtt dolgoztam. Na meg ugye a emőkével is együtt melóztunk, hát ide vele már 16 éve, te úgy vagyunk emőkével, nem tudod mi a likenikével, csak hogy tudjad, hogy ki az az emőke, mint a házasok, állandóan veszekszünk valamin. Az ordít, én vissza, óriási, borzasztó jó lehet egy házasság. Hát ha ilyen, akkor köszönöm szépen, ne haragudjál már. Mit akartam mondani? Na, októberben eljutottunk, nagyon boldog és kellemes október 1-ét kívánok neked és szeretteidnek egyaránt. Most nagyon fontos, két dolog van októberben. Az egyik, mert nem elmondom, vigyázzál, várjál már anyukám, föl kell készülnöm, érted? De most rohanok. Mit akartam még? Annyi minden van a fejemben, te, mert ugye el vagyok maradva, sorry. Ja, majd mindjárt olvasok egy nagyon érdekes dolgot, amit a... De nincs időm, írt. Na mindegy, jövök vissza, ne, ha ne tartsál föl. Bocsássál már meg, már itt vagyok. Dőr róla megint a víz, érted? Úgy megütöttem, mint izé. A rossz pista, mit nem mondjak, érted? Tehát ezt nem hiszem. Most rohanok, édesem. Na, anyukám, nem tudom, tudod, mi van. Két nagyon fontos dolog van októberben. Nagyon very, very important. Most az egyik az, az most megmondom, ez a merrák hónapja. De erről is mondok egy pár szót. De másik, anyukám, öreg Cilla, nézd, pif, anyukám, lát ez, tudod, ez a törött szemvegem. De szem, a izé van, a látás hónapja van, most képzeld el, most kapaszkodjál meg, képzeld el, hogy ingyen van a látásvizsgálat, mindenhol. Minden optikába, de frankon mondom, állítólag. Hát figyelj, amelyik meg ízi lovettát akar, arra meg rúgjál rá, mert látás hónapja van, jó? Október alá culágeré, de szem, ki ne javíts, hogy áll lesz Szuzán, mert megörülök, megvadulok, érted? Nálunk Marcikával úgy mondjuk, hogy alá culáger. Elég sok mindent másképp mondunk, nyugodj meg. Úgyhogy, édesem, és megint, ugye, az öreg Cilára számítható, nem vagyok ennyire dagadt, nyugodj meg, csak nagyon sok a ruha rajtam, de ugye leveszem, mert megvadulok. Hallod, megint mi történt, mit csináltam, a nagy izé, a Cilla, mert cipál tégedet, na, ez megint nem fog lejönni rólam, megőrülsz. Te, megint elintéztem anyukám a neked a kedvezményt. Kézeld el, na, most rongyolunk majd a... Tudtam, ez egy olyan hülye puc, nem tudom levenni, ez ilyen hosszú. Kézzel, de mit intéztem te? Kézzel, de intéztem neked 10%-ot. Figyelj, te nem fogod elhinni, hogy én menj. Hallod, én annyit izélek, csencselek és seftelek a te érdekedbe, hogy neked elkép, mindegyik megkér valamire, azt mondom, követőnek adod a 100%-ot, mert rád lesz rúgva. És már adja is. Tudod? Hát nem fiszed el. Úgyhogy kézzel, de hogy elintéztem. Úgyhogy anyukám az e-optikában már, jó, ezt már fölöktem, már elintéztem neked a izét, a 10%-on, na, de nem ám akárhogyan, online. Online tudod, és kapol 10% kedve, majd mindjárt begém kapcsolom. Nyugodj meg, októberbe jön a Cilla, és kapol kedvezőt. Úgyhogy most mondtam neki, hogy majd elrondja, ú, de szép ez a Mercedes, nem, BMW 7-es, X7-es. Hamarom, jó nagy, elférünk benne, vagy 8-an. De két, na és akkor most el fogunk rongyolni a Benzivel. Majd, mert egy csinálok videót. Előtt szét fogom szívni a vérét, majd meglátod. Na mindegy, úgyhogy, hát ennyit intem. Most mit akarsz, még húzak le? Most el akarunk rongyolni majd a Benzivel, valamikor elrongyolunk. Jó, a Benzi anyukám roppanós. Kani, nyugodjál meg, neki napszemüveg lesz ide olcsóbban. Meg kis, mert mondta nekem, hogy akar valami jó kis napszemüveget, vagy monitor szemüveget, vagy valami.
valamit, hanem... Na de mivel, várjál, mivel ez egy, hallod, picit komplikált a ügy, na majd én is ki anyád, hogy mondjuk megőrülsz meg előtt. Hallod, mivel ez egy picit izé, tudod, szemüveg az mindig nehéz. Aztán én például ezt nem nagyon cipálom, hogy a online kell rendelni, tudod, a szemüveget. Mert az anyukám, milyen a fej, az orra, izé, hogy áll az orrnyereg, van akinek tré az orrnyerge, mondjuk egy jó bukszolós kaninak, akinek keltették. Tehát ott mindig azt javaslom, hogy próbáljad meg, tudod? Szépen előkelően főpróbálod. És izé, de hát mivel ez online, anyukám, Rafkóba kell lenni, következő a javaslatom. Én így csinálnám, de mindig is így csinálom. Például online rendelésnél. Fogod, betakázol valamelyik előkelő optikába? Figyelj, 12 ezer izé, napszemüveg, meg szemüveg van az izénél, az e-optikánál. Lehet, hogy nem csak nap, hanem rendes keret. Betakázol bele valamelyik optikába? Előkelően, mondom még egyszer a receptet. Sutyiba betakázol bármelyik optikába? Érted? Az előkelőekbe. Megpróbálod? Kifutózod a számot? Pifiz, berendeled, és már ott van a Cilának a 10%-os kedvezménye, de ahhoz föl kell löknöm a linket, nyugodjál meg, még sehol nem tartol. Úgyhogy majd figyelj, majd mindjárt a Benzsivel valamikor megindulunk, mert nem tudom mikor, nem 2 perc múlva nyugodjál lefelé, hanem, és valami, mit tudom én majd nézni. Hát mondjuk nem nagyon kell a napszemüveg, mert anyukám október felhő szájét tak a napnak, jó pofa vagy, de azért érzem, a szemüveg az nem kell neki, hát jó, hát mindegy. Hát imádom, annyi napszemüvegem van egyébként. Tudod, a napszemüveg az ütőztet, tényleg az úgy odavág, és most már így megy a divatolás, érted? Hát tudod, mi van anyukám, bulgari gyűrűre nincsen lovettád, de egy bulgari napszemüvegre vagy egy kis parfümöt. Úgyhogy idesem, ezt tudtam neked most intézni, ahogy annak idején, azt hiszem, hogy Győzi meg a beasszonynak volt a kapellában, vagy nem tudom, egy föllépésre, ott elmajomkodtak, és utána azt mondták, kedves közönség, ez van, ezt tudtuk nyújtani, viszlát, pif és kivonult. Na hát én is ezt tudtam. Jézusom a motoros, jó, hogy vadulsz. Ezt tudtam nyújtani, úgyhogy majd mindjárt izé lököm a linket, de addig is még egyszer mondom, ide, reklám, reklám. Nem reklám egyébként, csak neked segítek. Október a látás hónapja, és ingyenes a látásvizsgálat a legtöbb optikában. Az e-optika, az hol van? Terész körút? Nem tudom, hát googlizzál rá. Terész körút 55-66, mit tudom én. Keressed nekem, mi, anyukám, nem csinálhatok mindent én. Jó pofa vagy. Hát ezt nem hiszem el. Cilla, mi a cím? Drága aranyanyám, én már itt vagyok a hegyen. Hallod? Nézd, fogod látni, hogy én ezt fogom itt művelni kezdve, itt a Visegrádba. Csí, édesem, forgok. Ez, úgy hívják, nézd, kanopiba van a Cilla. Hát, én nem hiszed el. Képzeld el, nem vagyok kovixos. Na képzeld el, ugye tegnap a forgatáson megcsinálták a kovix-tesztet, vagyis a kovitextet, hogy helyesen mondjam. Hallod? Figyelj, képzeld el, hogy van egy ilyen pálca, olyan, mint egy ilyen fülpiszkáló. Na, anyukám a doki, hát óriási előszeretettel föllök ki az orrodba, figyelj, megőrülsz, megvadulsz. Olyan érzés egyébként, mintha víz menne az orrodba. Azt egy ilyen lakmuszen fenoftalejre így rárakja, és csak egy ilyen vonal, mint a terhességi tesztje. Hát mondjuk azt még nem csináltam, de kb. Ilyen lehet, érted? És azt rálök ki, akkor megy föl, és akkor valahol meg kellene. Lényeg az, hogy mint a makanyukám. Hát nem fogod elhinni, érted? Semmi bajom. Jó, ez nem a legelőkelőbb teszt, mert van az, amikor vér és mind a két orr. Ez most csak egy orr, de azt mondják, hogy ez 90%. Cilla, mint a mak úgy vagy, jó? Úgyhogy képzeld el, hogy ez... Hát, édesem. Végre megvolt az első Covid-extem, érted? Hát, megőröm, alig várom, hogy ennek a hülyeségnek vége legyen, az taka föl a repülőre és landolás Rio de Janeiroba, mert figyelj, kockára fagyok. Hát ezt nem lehet túlélni. Követem és rajongolja, nekem le kellett volna csúsznom ezen a mákcson, amin a többiek ott vannak. Hát a visegrádi fellegvárról szívesen beszélek, hogy én ezen le nem csúszom, az anyád úristen, tehát az biztos. De onnan kellett volna az öreg Cilának egy ilyen vasrúdon leizélni, menetelnie. Hát de hát álmodban ne képzeld. Csori Garami meg a Pumper természetesen menetben van. Ja, mert hát anyukám, nagyba vagyunk.
Visegrádi fellegvár, anyukám, a reneszánsz épület maradványait láthatjátok, itt pedig a Dunát, amelynek jó magas az állása. Ja, itt volt egy kaniboti, botonnak hívják, halálhelyes volt. Mondtam neked, mondom, a tekengyeletbe, oké, hát jól bekapsz, anyukám, mondta, hogy kösz, azt nem, az balesetveszélyes. Na, mondom, pontosan tudom, hogy mi az a balesetveszélyes. Taka. Valahogy követtem, hogy sajnogai, most én kocsival jöttem le, mert nem csúsztam, most egészen el vagyok keseredve, hogy mi lesz ennek az operatőrkalni. Hát ennek, ő boton. Boton, ne arra, hogy nagyon csalódtál bennem, hogy nem úgy csúsztam, ahogy számítottál rám. Persze, hogy veszlek. Hát ez ki lesz rakva az a Instagramra, ne hülyeskedjél már. Szóval akkor nem, jó, mert nagyon... Hát akkor nézd, a Botti nem csalódott bennem. Hát azt hitte, hogy úgy csúszom, mint csavar az anyára, de hát ez szó nincs erről, nézd. És hol van a kötélpálya? Na nézd meg, megmutatja. Ha nem, a csóba van. Azt nem hiszem el. Vízbe az erdőbe. Nézd ide, egy erdei úton visznek engemet befelé. Csí, anyukám, mi lesz itt? Kapaszkodjál meg. Szorulunk. Már megint. Hát ez egészen elképesztő volt. Na jó van, taka! Itt vagyunk, anyukám, nézd meg, itt vagyunk a hülye magas leszen. Ide érkeznek, ez az izé, állomás, aztán ez a vége. És ezen a dróton mennek föl. Te szertöd ki? Hát anyukám, én nem csúsztam. Hát mondtam vissza botonnak, ne haragudjál meg. Tényleg, kapaszkodjál meg, hogy Cilla az izé, az parás. Az nem csinál ilyen műséget. És a Gabóék most, hallod ezt a hangot? Süvi, ott jönnek anyád úristen itt. Nem látom semmit a erdőbe. Dík, mibe vagyunk? Majd itt fognak jönni. Gondoltam a Gabónak, hogy várom egy forró teával, de mit tudom, hogy a forró teával csak egy kék üdítő italral tudok szolgálni. Hát, de ne haragudj, nincs nálam se egy íze, egy bunzenégő, nincs nálam egy kis gázrezsó, semmi. Itt vagyok kivágva az erdőbe. Jó pofa vagy. Ja. Nézzek? Aztán megérkezik a első Fani. Hűdíten anyukám, de nézzek ezeket műveli. Szabad akaratukból, Csóri. Szakemberek, a kameramen. Hát nem hiszem el. Ott állnak, nézzek? Lecsúsztad a napidíjadat, jó? Nem baj, nem? Nem, mert nem nekem szó, hogy lecsúsztam a napidíjamat, érted? Van keményen dolgozom, érted? Hát megőrülsz, megvadulsz. Legarany követően és rajongóim, Pumpet Gabriellát láthatjuk, hogy meg... Nézd, oda is fékezik a Gabó. Gabó, itt várlak sok szeretettel a üdítőddel, néznek. Hát forró teát ezt... Garami úgy beverte az ujját, hogy egész úton azt kellett hallgatni, hogy beverte az ujját. Nem mondod. Gyógypuszit nyomjál neki. De, te neked semmi bajod? Semmi. Sajnálom. Majom vagy. Te tényleg... Dík, te! Nézd meg a Garamit, ez most... Nézd meg! Csóri! Szállad nekem, ki ne oldódjon, Gabó! Pif! Gabó is milyen volt? Nagyon jó volt! Nézd meg, lebontják a Garamiről ezt a hacukát. Botont bontja, ugye? Botont, ugye? Botont kollégá is itt van. Hát óriásiba voltunk, ne tudd meg. Figyelj. Ennek szívből örülök. Botton, nem, miért nem mondtad neki, hogy a golyóit meg fogja nyomni? Hát most erre panaszkál, nem tudok. Ezen én nem tudok segíteni, vagy most tudok valamit tenni, érted? Ja, te fúj, de egy majom vagy. Gyógypuszi, mehetsz vissza az Alíz utcába. Már ne haragudjál. Botton, nagyon szépen köszönjük a segítséget. Óriási volt. Nagyon jó volt fölmennem a magas lesre. Egyébként szájét akap. Arany követő, jaj, követő, rajongó. Anyukám, olyan idegben vagyok, hogy nem igaz. Hát figyelj, berohanok, kirohanok, lerohanok, fölrohanok Budáról, Peste, Pestről, Budára, be kellett rohanom a Montclairbe. Hi, anyukám, a előkelőbe. Ott halad, olyan helyes Kani dolgozik. Víd, úgy hívják. Hát mindig ott vonom magam jobbra. Magas, jó néz ki, széles, minden. És képzeld el... Na, a következő van, a NCK-től kaptam a szülcsinapcsira egy gyönyörű pulóvert, mi álom, vraiment magnifique, de ilyen föliratos, tudod, én meg, hát én anyukám, én telibe vagyok, fekete, érted, ne haragudjál már. És kicseréltem egy olyan,
alpaka gyönyörű, tiszta gyapjú, szampuszon gyapjú, blőmárin nadrágra. Kötős, anyukám kötős, nyugodjál meg. Gumizderekút tudunk már csak fővenni, érted? Figyelj, vagy az úgy szétesett, mint a puzzle darabok, érted? Mint anyukám, mint egy vázát, amit így leúrsz, érted? És úgy kell a darabokat így összeragazgatni. Csóri, ebből mikor lesz ember újra? Na mindegy. Úgyhogy nem tudod elképzelni, úgyhogy hallod, úgy kikeresztem magam fővetel, 50-es, tehát nagyon kicsit nagyobb kell, de még gumizderekúban jó az 50, és kicsit így cipőnél úgy meg kellett rendelni, nem tudom, hogy ismered ezt a érzést, amikor azt mondod magadnak a próbafülkébe, ahol egy spotlámpa megy a fejedre, a body az így, mint a barbapapa szétcsúszott, és így húzott föl a gatyát. Uff, anyádat, akkor is beleférek, nem hiszem el, hogy nem férek bele. Na így voltam ma én is a Moncler előkelő próba fülkébe, ahol ugye vid, mert itt mindenki ilyen, szia, hello, segíthetünk valamiben? Jó, a videófelmetőt régről ismerem, nem is lenne, milyen lenne. Miben szegé? Ez kis pivúzédék, egy kis sósz, tehát mindenki ilyen. Meggondolhatod a duci melegítős plusz 40-es. Jó, semmi, csak körbenézed, köszike. Hát meg főleg anyukám, akik ma vásárolnak a előkelő brendekbe, magyar, meg tudod. Szia, mió, szia, 54-es van, köszike. Tehát csak ez a fajta. Szia, anyukám. Egy asztalhoz nem akarsz velük ülni. Nagy párvönők. Szia, vonónak, 10 éve menet van. Figyelj ide. Jaj, hát ma, hát ezt nem is meséltem. Olyan jó kis helyen voltam Óbudán, nem? Fettinben megbeszéltük, hogy találkozunk. Talak, mi az a tala? Taka, az van, olyan szó létezik, tala. És képzeld el, hogy Óbudán azt mondja, hogy a papírtigrisből, mondom, miben találkozunk? Ázsiai étterem. Hát kézzel meghívtak engemet ebédelni a papírtigrisből, mondom, dik de aranyosak, pedig esküszöm az élő Istenre, igaz, hogy küld az ajándékot, adjál mindent ingyen, kell az influencernek minden, de most tényleg volt nálam KP, megmutassam, nem hiszel nekem? Tényleg volt. Kám, kézzel, olyan jó tettem ebbe a papírtigrisbe, ajánlom neked, de frankon mondom, próbálja ki. Halál aranyosak, először így mondják, hogy hát, egy közös kép, nem tudom, tudod, egy kis kollega. Nem mondom, ne érzkedjél már, ne nekem a megtiszteltetés. Na, nem megy a közös kép, utána mondom a szám, azt mondják, nincs számla. Mondom, hát mit voltam lovettát? Hát, ne érzkedjél már. Hát, tudom, anyukám, akkor viszek a Marikának is egy jó sushit. Meg kell tanulnom sushit betekerni. Isteni volt. Úgyhogy nagyon jó a sushiuk. Ez ott, tudod, van az Eurocenter, megy középen föl a Vladár doktorhoz az út, mit tudom én mi, és a sarkom. És akkor oldalra állsz, az tilos. Tudod, tilos. Na, ott álltam. Tudod, mit gondoltál? Tábla alatt. Nem ismerem föl ezt a kék-piros, ha egy van áthúzva, az megállni tilos, ha kettő, akkor parkol. Tudja, ló, az takar...